Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek. Mai Szent Misét felajánljuk elhunyt Máriáért és elhunyt Anna Máriáért. A Szent Misét Szent Vencel vértanúról imádkozzuk. 905-ben született Vratislav cseh herceg fiaként. Nagyanyja Ludmilla gondoskodott arról, hogy jó nevelést kapjon. Apja halála után ő vette át az ország vezetését. A nemesség egy része, mely még pogány volt, nem támogatta őt. Népének vallási és kulturális felemelkedésén fáradozott. A pogány lelkületű főurak összeesküdtek ellene, és tulajdon öccsével, Boleszlávval ölették meg a templom előtt. Népe kezdettől fogva vértanúként tiszteli. Meghalt 929. szeptember 28-án. Teste a prágai Vitus Dómban nyugszik. Testvéreim, mielőtt Isten igéjét meghallgatjuk és Krisztus áldozatában részt veszünk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és unasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Istenünk örök dicsőség királya, te Vencel vértanút arra tanítottad, hogy a földi uralkodásnál többre becsülje mennyei országodat. Közben járására add, hogy önmagunkról lemondva egész szívvel ragaszkodjunk hozzád, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Jób könyvéből.
A súlyos megpróbáltatás után Jób így beszélt. Jól tudom, hogy Istennel szemben embernek nem lehet igaza, s ha vele perbe szállni kíván is, hiába küzd. Ezer kérdés közül egyre sem tud neki megfelelni. Istennek bölcs a szíve és hatalmas az ereje. Bántatlanul vajon kiszegülhetne ellene? Elmozdítja ő a hegyeket, s az ember észre sem veszi. Ha úgy akarja, felforgatja és kimozdítja helyéből a földet, úgyhogy megrendülnek oszlopai. Ha úgy akarja, nem kell fel a nap, és fellek pecsétje alá helyezi a csillagokat. Ő maga feszítette ki az égbolt sátorlapjait, és ő fékezte meg a tenger vadhullámait. Ő teremtette a göncöl szekeret és a kaszás csillagot, a fias tyúkot és a dél csillagát. Nagy dolgokat tesz, kifürkészhetetlen dolgokat, és alkot megszámlálhatatlan csodás alkotásokat. Ha eljön hozzám, nem láthatom. Ha elmegy tőlem, nem veszem észre. Ha hirtelen számon kér, ki tud neki megfelelni? Vagy ki mondhatja neki, ezt miért teszed? Mi vagyok tehát én, hogy megfelelhetnék neki? Vagy szavakat találnék-e vele szemben, hogyha szól? Ha igazam volna is, akkor sem tudnék megfelelni neki, hanem inkább, mint bírámat, kérlelnem kellene. Ha szóba állna is velem, aki hozzá kiáltok, hihetném-e, hogy meghallgatja szavamat? Ez az Isten igéje. Uram Istenem, könyörgésem jusson színed elé. Uram Istenem, könyörgésem jusson színed elé. Uram, egész nap hozzád kiáltó, és kezemet felé káró. Csodákat talán a holdaknak teszel, vagy az ágyat főgelnek, hogy ágyanak téged. Uram Istenem, könyörgésem jusson színed elé, vagy irgalmat, vagy irgalmat a hirdeti valaki az vagy hűségedet a pusztulás helyén. Vajon csodáidat meglátja valaki a sötétben, vagy igazságodat a felelés fölén. Uram Istenem, könyörgésem jusson színed elé. Uram Istenem,
az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőlésének napjai, elhatározta, hogy tanítványai Jeruzsálembe megy. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: követlek, bár vám így. Jézus így válaszolt: a rókának van oduja, az ég madarainak fészke, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított fel: kövess engem. Az így válaszolt: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki. Te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki: Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt: aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, mai evangéliumi szakasz párhuzamát Máté evangéliumában találjuk meg. Lukács három szemét sorakoztat fel, de nem említi se a nevüket, sem a hovatartozásukat. Máté ellenben csupán két személyről beszél, kiket közelebbről is bemutat. Az egyikről azt mondja, hogy odalépett hozzá egy írástudó. Illetve a másikról azt írja, hogy egy másik tanítvány kérte őt. Tehát Máté egy írástudóról és egy tanítványról beszél a maga evangéliumában. Mai szakaszban Jézus arról beszél, hogy miképpen valósulhat meg az ő követése, az milyen lemondásokkal jár és mit eredményez az ember életében. Jézus az ő követéséről már szólt egyszer a tanítványoknak. A 9. fejezetben erről Péter vallomása utáni bekezdésben olvashatunk. Az alázatosságról szóló tanítás után, amely arról szólt, hogy ne értékeljük túl magunkat, azt mondja ott: mert aki a legkisebb köztetek, az az igazán nagy, mondja Jézus. Majd a Jeruzsálembe vezető út elején megtapasztalt elutasítást követően Jézus az úton tovább okítja a tanítványait. Követéséről ezt mondja, hogy sors közösséget kell vállalni vele. És ez a sors közösség már azért is érdekes, mert még a Jeruzsálembe vezető út kezdetén vannak. És mindjárt a kezdetén az elutasítással találkoznak, emlékszünk a tegnapi evangéliumi szakaszra, amikor a szamaritánusok egyik településén visszautasítják a tanítványait, illetve a tanítványain keresztül őt magát, mert Jeruzsálembe mennek. És érdekes, hogy az út végső céljának az elérésénél is az elutasítással találkozik Jézus, illetve a maga tanítványi köre, de ott már egy nagyon komoly elutasítással, amely tulajdonképpen a halálba vezet. Éppen ezért mindjárt a következő lépésben, amikor mennek egy másik falu felé, ahol majd talán kapnak szállást, elmondja, hogy mivel jár az ő követése. Tehát sors közösséget kell vállalniuk a tanítványoknak vele. Az ő követőinek komolyan átalakul a viszonyuk, még a család legszűkebb körében is. Erről már egyébként a 8. fejezetben olvastunk, amikor is a rokonai fölkeresték. Azt mondja ezzel kapcsolatban Jézus ott: azok az én anyám és testvéreim, akik hallgatják és
tetté is váltják az Isten szavát. Tehát egy komoly átalakulás a viszonyrendszerben. És fontos a teljes elköteleződés. Ez a harmadik pont. Mert egy szolga sem szolgálhat két úrnak, illetve, ahogy mondja a 16. fejezetben, Lukács könyvében, hogy nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Egyébként ezzel másfél héttel ezelőtt, a 25. évközi vasárnap találkoztunk ezzel az evangéliumi szakasszal. Tehát összefoglalván a mai evangéliumi szakaszt három dolgot kell megjegyeznünk, hogy az Úr Jézus Krisztus követése sorsközösséget kíván meg, ugyanakkor átalakítja a viszonyunkat a másik emberrel, emberekkel, és ez teljes elköteleződést kíván. Ahogy a bevezető könyörgésben könyörögtük, kértük az Istent Szent Vence közben járására, hogy önmagunkról tudjunk lemondani, illetve hogy egész szívvel ragaszkodjunk az Istenhez. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát. Vértanúidért, akik mindhalálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben. Kérünk téged. Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát. Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük. Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait. Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be halottainkat örök országodba. Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
Jóságos Istenünk, árazd áldásodat áldozati adományainkra, minket pedig erősíts meg abban a hitben, amelyről Szent Vencel vérehullásával tett tanúságot, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten. Mert Szent Vencel hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett és kegyelmet, csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngeségében is hőssé avatja értett szenvedő hívedet, és bátor tanúságtételre ad erőt néki, Krisztus a mi Urunk által. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük és hangos szóval vég nélkül zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, s mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, s dicsőítve magasztaljunk téged Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atyaisten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk szavára, isteni tanítására így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol a mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. A mi Úrunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése váljék a Szent Krisztusban meg. Uram Jézus Krisztus Szent az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Én vagyok az igaz szőlőtő, ti a szőlővesszők, mondja az Úr. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen.
tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. A szent áldozatban megerősödve kérünk, segíts meg Istenünk, hogy Szent Vencel csodálatos álhatatosságát követni tudjuk, és a kitartó hűség örök jutalmát elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma este 19 óra és 19 óra 45 perc között megtartjuk a szentségimádást az abortált gyermekekért és az abortuszban résztvevők megtéréséért. Most pedig fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, menjetek békével.